köszöntöm látogatóinkat következő virtuális műtárgy bemutatónkon. A Kubinyi Ferenc Múzeum kastélyán teri őrében állunk, egész pontosan a 19. század végi női lakosztály hálószobájában. Látogatóink gyakran meg szokták kérdezni, hogy hát itt miért nem látható egyetlen egy fűtőberendezés se, hogy lehetett itt egyáltalán meglenni, vagy esetleg, hogy téves koncepció alapján készült ez a kiállítási bemutató, mert hogy nem látható benne kályha. Hát elárulok egy nagy titkot. A 19. század végéig, 20. század elejéig időnként még a kastélyokban is előfordult, hogy a hálószobák nem rendelkeztek megfelelő fűtőberendezéssel, vagy egyáltalán nem fűtöttek bennük. És akkor hogyan lehetett téli időszakban megmaradni ezekben a hálószobákban, illetve hogy lehetett bennük egyáltalán pihenni, aludni. Erre több megoldás volt, tulajdonképpen már az ókor óta kidolgozva. Hát mondhatnám, hogy a legegyszerűbb megoldás az a tégla vagy kőlap, amelyet megmelegítettek, megforrósítottak, esetleg vászonba betekertek és úgy helyeztek be az ágyba a deréka és a dunna közé, hogy egy kicsit felmelegítse azt. De ennél okosabb dolgokat is kitaláltak. Voltak az úgynevezett ágymelegítő palackok, ezek diszkosz alakú fémedények, általában réz vagy ón edények voltak, amelyeket forró vízzel megtöltöttek, dugasz csavart szépen rátekerték, és aztán behelyezték az ágyba, az ágynemű közé, hogy felmelegítse azt. Illetve volt egy ennél is ismertebb megoldás, az úgynevezett ágymelegítő serpenyő. Ebből most kettőt is be tudok mutatni önöknek. Egy nagyon egyszerű eszköz szerkezet, tulajdonképpen ugyanúgy működött, mint a szenes vasaló. A felnyitott edénybe, serpenyőbe izzó faszenet helyeztek, visszazárták rá a fedelet. A lukak azért vannak, hogy egyrészt a hő ki tudjon jönni, másrészt pedig az oxigén ellátás meglegyen, tehát a faszén ne aludjon ki. És aztán ezzel tulajdonképpen, mint egy vasalóval, az ágyneműt, a derékaljat elkezdték felmelegíteni. Természetesen az úrnő már itt volt közben köntösben, és amikor kellően felmelegítették ezt az ágyneműt, akkor a vastag dunna alá ő be suppant, és tulajdonképpen a saját test melegével is tovább melegítve ezt a jó meleg ágyat éjszaka nagyon kellemesen tudott pihenni, annak ellenére, hogy időnként ezekben a helységekben azért fogvacogtató hideg volt. Ami ezen az ágyon már nem látszik, a korábbi szintén a meleg megtartására szolgáló baldahin is tulajdonképpen ezért volt kitalálva ezeknél az ágyaknál, hogy a leereszthető függönyök, drapériák tulajdonképpen az ágyban egy kicsit bent tartsák azt a meleget, amelyet az emberi test kibocsát. De a legegyszerűbb megoldás mégis ezeknek az ágyaknak valamilyen hő kibocsátó eszközzel való felmelegítése. Tulajdonképpen ezek a részből, vasból készült ágymelegítő serpenyők erre szolgáltak. Viszont látásra, legközelebb is egy fűtőberendezéssel fogjuk önöket megismertetni.